Reméljük, ezen a héten is velünk tartanak a szokásos fél óra erejéig, hogy megtudják, mi történt az elmúlt héten a környéken. Nem teltek unalmasan sem a hétköznapok, sem a hétvége. Beszámolóink tartalmából röviden. Várossá avatták Pilis Csabát. Elindult a csatornaépítés a Kerekhegyen. Felszentelték a Fatimai kápolnát. Nyugdíjas találkozó a Pemüben. Szüreti felvonulást tartottak a csabaiak is. Ezen kívül lesznek hírek és programajánlatok. Tartsanak velünk! Felhalmozási bevétel ismételten alacsony, mint minden évben, most is csak 4% körül alakult. Itt az elmaradt, illetve betervezett telek értékesítések vannak. A felhalmozási célű átvett pénzeszközöknél 130%-ot látunk, ami igencsak meglepő, de végül is az abból adódik, hogy a Hutvejde csatornázásával kapcsolatos vízi közmű társulás a tervezetnél többet fizetett. Alul terveztük a költségvetésben, ez több összeg jött be. A polgármesteri hivatalnál, ami eltérő, a felhalmozási célú kiadások 144%-ba teljesültek, itt hát egy vírusvédelem és a régi fénymásolók cseréje miatt került erre sor. Mindkét helyen magas az átfutott ételek értéke.